Az Ambrózia Egészségközpont szeptember 1-én nyitotta meg kapuit. Optometrista, pszichológus, pszichiáter, neurológusok, természetgyógyász és fülorgégész is várja itt szép, nyugalmat sugárzó környezetben a pácienseket. A centrum fő profilja a hallókészülékek forgalmazása, de optika is működik a piactéren található rendelőben. Azok, akik bármilyen hallás problémával küzdenek, ingyenes vizsgálaton vehetnek részt. A magyar lakosság 10%-a küzd valamilyen hallás problémával. Sokan kellemetlennek tartják, akár palástolják is, ha nem jól értik a beszédet, pedig ha valaki aláveti magát az egyszerű és alapos vizsgálatnak, könnyen orvosolható a halláscsökkenés, ami a mindennapokban nagy segítséget jelenthet. A hallókészülékek megvásárlását a társadalombiztosító is támogatja. Az utóbbi időben egyre többen veszik észre, hogy a hallásuk romlott. A maszk viselése sajnos a szájról olvasás lehetőséget veszítettük el, azzal, hogy a maszkokat most ebben az időszakban viseljük. A különböző életkorokban jelentkező hallásvesztességek is különbözőek lehetnek. Rendszerint az időskori hallás problémával foglalkozunk. Tekintettel arra, hogy az időskori hallásveszteségek esetében lassan és fokozatosan alakul ki a hallásveszteség, elsősorban a környezet számára válik észrevehetővé, hogy romlott a hallás. Az idős ember nem szívesen vesz részt a beszélgetésekben, kicsikét elhúzódik, picikét a saját világában él, és nem kapcsolódik bele a családi beszélgetésekbe. Több páciensemmel találkoztam egy hónappal az ellátás után, vagy akár fél évvel. Egészen másképp jönnek be a páciensek, akiket elláttunk hallókészülékkel. Van támogatás, a támogatás mértéke hallókészülékenként változik, de természetesen nem teljes a támogatás. A közgyógyellátás terhére történhet ellátás, amikor ingyenes a páciensek számára. A vizsgálatot követően, amennyiben szükségessé válik a hallókészülék, a páciensnek lehetősége van először kipróbálni azt, majd a tapasztalatok tükrében kaphat a beteg végleges készüléket. A választék igen széles, a technika fejlődésének köszönhetően akár Bluetooth-os változatban is kapható a segédeszköz. Általában olyan tapasztalatokat szereznek az ügyfelek a mindennapi kommunikációjukban, hogy hallják a beszédet, de nem értik jól, illetve vissza kell kérdezniük több esetben. Ez a tapasztalat akkor erősödik, amikor mondjuk többen beszélnek egyszerre a környezetükben, vagy zajos környezetben vannak, hiszen ott fokozottan jelentkeznek ezek a problémák. Ilyenkor szoktak általában bejelentkezni hallásvizsgálatra. Meg kell lenni egy csökkenési szintnek, amikor már javasolt a hallókészülék viselése, de általában, amikor ezeket tapasztalták, hogy visszakérdeznek, a család jelzi gyakran a problémát, akkor már szinte minden esetben javasolt a készülék viselése. Az a jó itt nálunk, hogy több gyártó készülékei közül van lehetőség választásra, illetve ha kipróbált valaki egy készüléket, és netán nem hozta neki azt a tapasztalatot, vagy azt a pozitív tapasztalatot, amit elvárt volna a készüléktől, akkor van lehetőség más gyártókészülékét is kipróbálni. Többféle készülékforma létezik, a hallás állapot is befolyásolja, hogy szakmailag melyik a javasoltabb készülék, de vannak fülmögötti, illetve hallójárati készülékeink is. A technika fejlődésével megjelentek a Bluetooth-szal összekapcsolható készülékek, és ilyenkor akár a tévét közvetlenül az ügyfél a készülékében hallhatja, illetve a telefonnal is összepárosíthatóak ezek a készülékek, és akkor a telefonhívást, a telefonbeszélgetést közvetlenül a fülében a hallókészüléken keresztül tudják hallani. Minden korosztály tud érinteni a probléma, nagy mértékben befolyásolja például azt, hogy valaki milyen zajos környezetben dolgozik, vagy éli a mindennapjait. Korábban az időskori csökkenést azt a 70 éves, illetve a 60 éves korosztályra diagnosztizálták, most már az 50-es korosztályon is ezek a hallás állapotok tapasztalhatóak. Az Ambrózia Egészségközpontban a nagyothallók számára fejlesztett hallás és életminőség javító eszközök, illetve ezekre fordítható utalványok széles választéka megtalálható. Érdemes idejében szakemberhez fordulni segítségért, mert a jó hallás élmény elengedhetetlen a mindennapokban.